Új évadban gazdag adást kívánok, szevasztok! Hello, bello mindenki! Guten <laughs> <laughs> mu! Istenem, Hozd azt a láncfűrész fifik, amiről beszéltünk. Guten, te csak azt mondhatod, Krisztián, hogy guten nyáú. Te nem mondhatsz, hogy guten mu. De igen. Ez a bocik miatt van. All right. A, az adás előtt annyit, hogy aki most ezt majd hallgatni fogja az adást, az ö, ö, az már egy közlés lesz, editálva természetesen majd a podcast csatornára, de hogy a szezoni nyitó íz on jellegnek megadjuk a, az ünnepélyes hangot, és mindenkit megpróbáljunk mielőbb kiszolgálni bitekkel. élőadásban megyünk a párásító csoportba is, úgyhogy remélem, hogy ott majd fognak jönni élőben a kérdések, vannak már egy páran olvasgatom őket, úgyhogy Úgyhogy ennyi lesz. És akkor most van értelme azoknak a kérdéseknek, amiket mindig fölteszünk adás előtt, illetve a, a témák előtt, hogy mi történt veletek múlt héten, de ezt most mondhatnánk úgy, hogy mi történt veletek nyáron. Tudom, mit tettél tavaly nyáron. Az idént még nem, de a tavalyit azt igen. Jaj, ki kezdje? Ne én, keresem a gondolataimat. Azt éreztem. Fifika, kezdjed. Összeszedett Pali, kezdjed. Oké. Okay. Tehát én a múlt héten nyaraltam. Erdély. Te tudod, ki ez az állat, aki a munkahelyére megy egyébként? Szerintem a feature. <ficskor>. Nyaralni. <hállítás> hát ki? Hát én. Ja. <hállítás> De nem bántam meg. Ilyen csillagtúráztunk, tudod. És uh... A Hargita oldalán volt a főhadiszállásunk, ez a Piricske nevű hely vagy rész, ez ilyen 930-40 méter magasan van, így a köthatár fölött. Eszméletlen jó volt, tehát ilyen 10-12 fokkal hidegebb van, mint mondjuk itthon. És itthon tudom, hogy iszonyú meleg volt. Uh, és hát ugye a feleségemmel uh, jöttünk ki, mert hát már régóta ígértem neki, hogy uh, elhozom, és hát egy picit lássa már, hogy hol dolgozik az ember, meg <coughs> mit csinál. És akkor így csillagtúráztunk, voltunk uh, Parajdon, Sóbánya. Sóbánya, akkor ugye azt láttam azt a képet, igen. Uh, Szűrőpár. Igen, útba ejtettük Korondot, ugye az a nagy fazekas, kézműves falu, és tudod így mész, a, a, nem, nem tudom, neked de van egy két kilométer hosszan kipakolva a fazekasok, és akkor így belépsz, és nézd, ma itt egy fit-get spinner! <laughs> Na majd erről én is mesélek, igen. Hát ez, ez valami zseniális, tudod, hogy... 2017 íze, medvehagymája. Mi a szűzmária, meg nem tudom én, és akkor néha van egy-két korondi cserépedény. De amúgy nagyon klassz volt, és hát természetesen leveses tálakból bevásároltunk. Ilyen 1400 forint környékén voltak ilyen nagyon aranyos, füles, kézzel készült, tudod, ilyen egyedi festésű korondi leveses tálak, abból vettünk az egész családnak. Uh, természetesen a sóbányából sót hoztunk. Mindenféle ökörség volt, de mondtam, hogy csajna, Én kettő kiló sót szeretnék, tudja ilyen asztali sót, ami össze van törve. És akkor ilyen mondja a csaj, hát van az is, oké, van akkor olyat. olyat az nagyon sokat, kicsi volt, nem? Hogy? Az nagyon kicsi volt, mert emlékszem, mikor nekem hozott a cimborám az ilyen, jó 30-35 centi hosszú zsák volt, mint két ilyen ilyen falazó tégla elem lett volna benne, olyan hosszúságú volt, és akkor... Az 5 kilós lehetett. Akkor, aha, akkor, valószínű az volt, igen. Az 5 kilós le... Én a két kilóssal beértem, de egy gyönyörű, tehát a, 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 parajdon ez a sóbánya, tehát 12 méter a belmagassága, és ilyen három kilométert csavaroksz össze-vissza benne, őrült nagy terek, tehát ott tollas labdáztak, meg ilyen kalandpark van beleépítve, mászókákkal, hmm. minden, tehát nagyon klassz. Étterem, akkor ö, ö, lehet szervezni olyat, hogy mit tudom én, ott ö, ö, Csíkszeredában például a motoros egyesület, az motorral mentek le, tehát mi busszal voltunk, ugye oda, egy ilyen busz visz le, de ezek motorra, és tudom képzelni egyébként, hogy milyen élmény lehet abba az alagútrendszerbe motorra bemenni. Na mindegy, az, az szenzációs volt. Voltunk a békás szorosba és a gyilkos Hát a gyilkos azért nem dobtam egy óriási hátast, alattunk a szakadás ilyen, vagy szerintem még talán szebb is, <kül> de a békás szoros az valami hihetetlen, tehát ez, te olyan sziklák két oldalt érted, hogy tudod, ez a fölnéze, akkor szédülsz, lenézel, úgy akkor is szédülsz, mert len szakadék, fön sziklák, csodálatos hely, és ami engem a leginkább megfogott, az a gimes. Tehát ha valaki meséli, akkor így nem, tehát nem érzed, vagy nem hiszed, vagy nem, nem, de amikor ott vagy, tehát olyan, mint egy mese. Oda mész, érted, és ezek a cukorsüveg alakú hegyek lekaszálva, és tehát azon gondolok, elfelejtettünk fényképezni. Tehát így, így kezdődött, <laughs> hogy, hogy ott mentünk 8 kilométert, mert ott alsógimes felső, Középlok, ez így összeérnek, tehát az egy folyamatos vő, az egész. <coughs> Emeltünk az ezer éves határig, megmásztuk a Rákóczi várat, csodálatos hely, de amúgy nagyon semmi nincs. Tehát, hogy itt van egy kisbolt, meg van egy kocsma, néha azt ennyi, tehát nagyon <coughs> nincs ott ilyen nagy turisztikai központ vagy valami és ne felejtettünk fényképezni, tehát olyan nyitva volt a szám, szerintem, amíg ott mentünk, mert azon gondolkoztunk végig, hogy hogy a Picsába bír egy ilyen 45 fokos hegyoldalt, öcsém, ilyen hajszál egyenesre meg, meg, meg egyáltalán lekaszálni. Szóval valami iszonyat, és akkor ott mondták, hogy jó, hát van ilyen rövidnyelű kasza, meg kikötik magukat, meg nem tudom én, és ott három hónap alatt le kell kaszálni a kilenc hónapra való szénát az állatoknak, mert <coughs> meg különben éhen halnak. Tehát ez, ez egy szenzációsan gyönyörű szép táj, tehát mindenkinek ajánlom, hogy, hogy nézze meg. Meg hát tele voltunk mindenféle kalanda, tudom én, 1400 méteren mész az ilyen mindenféle szerpentinen, egyszer csak a túlsó sávból szemből jön veled egy tehén kolompolva. És így Tudod, így néztem, mondom, és, Hogy, a, hogy a, és még ránk is izé, múzott, és nem, a mai napig nem tudom, hogy az hogy került oda, tudod, hát mellette szakadék, fölötte szakadék, tehát hogy az, az, az most hogy, a, mit, mit keres az ott, érted? Szerintem Pataki Attila teleportálta oda az ufókkal. <coughs> Én nagyon féltem egyébként, Klári az a nejem az ilyen túlaggódó típus, tehát az így majdnem az volt, hogy hát akkor szálljunk ki, azt vezessük valami biztonságos helyre a tehenet, érted? Mert, mert, ez, így, mert ez így nem maradhat, hogy ez ott megy az útszélén, azt kolompol, biztos elveszett, biztos keresi valaki. Úgyhogy ezt nagy nehezen lebeszéltem róla, hogy nem mi legyünk már azok, akik most itt az életük kockáztatásával így is tehát görcsbe volt a lábam, tehát valami brutális ez a ilyen 1300 méterre föl szerpentinezni a, a, pláne egy 1 4 es benzines autóval, de, de, mindegy, gyönyörű volt, meg nagyon megérte. És hát esténként pedig néztük Piricskén a csillagokat, meg a, az eget, meg, meg eszméletlen jó idő volt, és vártuk a medvéket, de csak szar volt az udvaron, medve nem jött. Úgyhogy nekünk ennyi volt, tényleg csodálatos volt, meg, meg nagyon szép, meg nagyon jó, úgyhogy én mindenkinek ajánlom. Tehát Todd Charlie, én ezt a hetet mondtam nektek, hogy gyertek, hogyha ha tudtok, csak hát neked is jó összejött a, a nyarad, és te tudjuk, hogy hol voltál, de milyen volt, ahol voltál. Nekem még meg kell kérdeznem, bocsánat, hogy ez a sóbányás dolog, ez ugye már használaton kívül van, és nem, nem nem, paraid, Nem, 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 Krisztián, 300 évig még elegendő sókészlet van Parajdon, tehát ott folyamatosan Ó. működik is a bánya. Akkor Egyéb nem jött be, amire gondoltam. Kicsit nekem azért volt fura, amit mondtál, mert hogy ugye elképzeltem, hogy Na miért szürke a show? Azért, mert lemennek a motoros huligánok, az húzga, húzgálják a gázt, és bazd meg. Tehát az, azt én nem tartom azért olyan frenki dolognak. Na mindegy, nekem is azt mondta a, a Nóri, mikor meglátta, hogy a cimborám hozott sót, hogy ez útszóró só. Nem, nem, ezt ételbe fogjuk nem, rakni. nem, ő ezt nem rakja ételbe. Jó, akkor az én zsíros deszkámat ezzel fogjuk meg, meghinteni, tehát elfogyott, nem kellett attól aggódni. Zseniális. Nem baj, én föltaláltam magam, és a borzalmasan szar évadnyitó szóviccemet újra kalkuláltam, és így is működni fog. Na, gyerünk! Mert én arra appelláltam, hogy már bezárt a sóbánya, és csak mint ilyen látványosság működik, de nem, ezek szerint Viszont akkor valószínűleg ez a beszélgetés zajlódott le a sóbánya marketinges, a pr és a sóbánya tulajdonosa, vagy üzemmérnöke, vagy igazgatója között, hogy meg kéne nyitni ezt a sóbányát a, 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 a nagyközönség számára, annyira buli lehet, jöhetnének a motoros huligánok, meg, meg minden. De hát meg, meg vagy te őrülve itt, még 300 évre elegendő só van. Hát a bányászás nem hagyhatjuk abba. Nem baj, nem baj, szerintem meg tudjuk oldani, hogy a keske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon. Aha, az úgy rendben van, mert show must go on. Krisztián, <coughs> ülj a sarokba. Készüljetek, vések, most kezdődik az évad. <coughs> Fűszer nem apadhat el. <tos> <tos> Elképzelhető oh. hifika, hogy a fifika, hogy jussz a harveszterekkel, és, és nyomjátok kifelé a <laughs> hát... Ijeszgeti a látogatókat a sajhuluddal. <laughs> ehhez, képest, <laughs> igen, igen, ehhez képest, az enyém tökre uncsi volt, de azért egy pár érdekes szösszenetet megosztanék veletek, <laughs> ami lecsapódott bennem. A, a, videóknak, hát videóknak, hát a videónak, amit készítek, még nem tudtam nekiállni. A Fényképeket nagyjából lerendeztem, a Favorite-ben van egész pontosan 888 darab fénykép, ami már csak a legjobbak, és egyik helyen sem készült 4-5 fénykép. Tehát ugyanabból a szögből, ugyanazt nem raktam be kétszer, képzelhetitek, hogy mennyi fényképet készítettünk. Durván, hát az enyém a nagy fényképezőgéppel lett az ilyen 2000 környéke, a telefonnal még 5000 a Nóri meg csinált a telefonjával 9000-et, úgyhogy lehet, lehet, gondolkozni, mennyit kellett szerkeszteni. Uh, durván 9000 kilométer volt a vége a tripnek, és ez alatt mintegy 110-120 ezer forintnyi dollárt költöttem üzemanyagra. Ez egy 3,6 literes SUV volt, ilyen divatos szóval éjek ilyen városi terepjáró, vagy mi az anyám kínja. Természetesen amerikai. És ugye úgy indult nekünk a trip, hogy egy borzasztó kellemes 14 órás repülőút után leszálltunk Los Angelesben, és, és onnan irány a t mobile volt, hívtam az ismerősömet, mentünk az ismerősöméhez, és akkor nem Los Angelesben, hanem ott a, mint nálunk az agglomeráció, tehát nagyon, nagyon egybe épült az egész, és uh, az nevű uh, kisvárosban uh, laknak az ismerősömek, és akkor ott öltöttünk el, azt hiszem, hogy négy napot, és mentünk vissza ugye nézni uh, ellétés környékét. Uh, amit ott ki tudok emelni, az uh, hú, mi volt az a csillagvizsgáló? Meg nem mondom nektek most, hogy uh, mi volt a helynek a neve, egy observatórium volt, három baszott nagy kupolával, fényes nappal is vizsgálhattad a csillagokat, ugye? Ki voltak telepítve csillagászok elé, és, és ott nézte, azt hiszem pont a Uránus, vagy Neptunus vagy nem tudom, vagy Plútó valamelyiket eközül ott fényes nappal meg tudtuk sasolni, az zseniális volt. És, és akkor onnan vettünk egy ilyen irányt, ugye, hogy végig a, végig a tengerparti úton, ameddig lehetett, mert ugye sok lezárás volt, de mentünk fölfele a Pacific Coast Highway-en, egészen San Franciscoig. akkor San Franciscóból. Krisztián, rosszul mondtad, ö, nem Yosemite, az Yosemite, Yosemite, akkor onnan Sequoia, az Óri. tehát ö, tényleg, mikor az ember nem tudja fölfogni a méreteket, de csináltam olyan képeket, hogy tudjátok, Nóri beállt. Jó szemíti, jó szemíti, jó, de nem semmiképp jó szemájt. Jó. É, és ö, ugye mondtad, hogy hozzak onnan kavicsot. Na hát ott minden volt, ö, tűlevéltől kezdve fakéregig, csak kavics nem. Úgyhogy ö, azt majd mondom, hogy honnan hoztam, és milyen kavicsot, mert Krisztián lefényképezte neked egyet, de aztán találtam egy még sokkal jobbat, amin egy... egy, egy Barlangrajz. Baszod, de majdnem. Ö, de a, ne. a kő anyagában kitüremkedik oldalról, mintha egy kis macska lenne, képzeld el. Nem hiszed el, de nagyon durva. Úgyhogy, úgyhogy ott a szekolyában is, mondjuk a jó tévén is, de, de, de a szekiben ott olyan baszom magas fák voltak, hogy függőlegesen kellett panorámát fényképezni. Nóri a fa alján alig látszik. eh, e, Felfoghatatlan, és ott érezte meg igazán az ember, hogy milyen pici azt természetesen mondani se kell, hogy az amerikaiak egész a fa tövéig autóval mennek mindenhova. <laughs> tehát ez, ez borzasztó, borzasztó, borzasztó. Akkor utána, tehát ez egy elég erőltetett menet volt, és akkor itt kifogtunk mindenféle lezárást, tehát San Francisco-ban is volt a Bryant Park talán, amit nem tudtunk megnézni, mert felújították. Csomó minden le volt zárva a a számlások miatt. Volt olyan, amit mi meg tudtunk nézni. Egy nappal később az ismerősöm küldte, hogy ugye életben vagytok. mondom, persze, mert is küldte, hogy az, ahol voltunk, a Pacific Coast Highway-en, az ugye 600 méter darabnyi út, az így, így eltűnt a föld színéről, és így a tengerbe, vagy óceánba veszett. Úgyhogy volt benne fun factor. Aztán, aztán meg kellett néznünk ugye Nevadát és Las vegas -t természetesen a kaszinóban bedobtam a félkarúba, de mivel visszajöttem, ezért kitalálhatjátok, hogy nem nyertem, rohadjanak meg. Delfin simogatás, a Hoover Dam, ugye ez már ez az Arizona, Utah, Nevada, itt már azért volt egy kis, kis Detveli, egy kis Antelop kanyon, egy kis 42-45 fok, tehát azt így épp emberi észszel itthon nem nagyon tudjuk fölfogni, mikor így érezzük itt, hogy ó, kurva meleg van, 34 fok van, nem, nem, nincs meleg. Tehát ott az a száraz, égető meleg, mikor lehúzod az ablakot, és mikor már a melletted ülő mondja, hogy kapcsoljuk följebb, vagy vegyük följebb a klímát, mert nem bírom, akkor ott már tényleg gond van és akkor onnan fölmentünk, ugye Antelope Canyon, a hülye kínaiakat megnéztem a, a band szélén, hogy hogy akarnak éppen megdögleni, mert kiállnak bazd meg a szakadék szélére egy képért, tudod így szelfizve, tehát ez őrület. Ezt mindenhol el tudom mondani, hogy a Krisztián, kínaiak, indiaiak, és tipikusan azok voltak, tudod, hogy, hogy az egyszem fiú elmegy a szilikonvölgybe szerencsét próbálni, és tudod, onnan küldi haza a lóvét, és akkor egy évben egyszer elhívja a családot, így szülőket, rokonokat, és, és látszik, hogy akkor vonulnak az indiaiak. Krisztián, mikor, mikor bajba vannak az evéssel, mert, mert, mert a pizzát úgy eszi, hogy, hogy nem tudja használni az evőeszközöket, lekaparja a feltétet, és aztán kézzel megeszi a feltétet. Na. Szóval... Én már láttam, amikor száriban bejön az öreg asszony és a kezét tudod, mikor a jobb kezét ugye ilyen csipegetve tartja, na, mondom, ebből levés lesz, de pizzát hoztak, hát ez csak meg tudja enni kés villa nélkül. Nem, az meg így ette a felti. De nem csak a sajtot, tehát paradicsom mindent így nyalogatta az ujját. Fú, mondom, de rossz helyre jöttünk. Ö, kultúr sokkot kaptál, Charlie, te Hát, te. az, az borzasztó. San Francisco-t azt nem mondom így kategórikusan, hogy nagyon utálom, de nem lett a kedvencem, megnéztem a munka helyedet, oh. nem raktam oda, nem találtam olyan pontot, amit úgy gondoltam, hogy két-három hónap múlva is ott lesz mondjuk a darab húzzal, amit én oda elrejtek, de tényleg, tehát borzasztó mennyiségű. A homeless az, az nem jó szó, mert ezek az őrült home leszek, tudod, mikor megy, és így dűnyög maga előtt, és néha így, így, kalimpál a kezével a feje előtt, és ö, valakivel nagyon beszél, de, de, nincs ott. Tehát ilyen, rengeteg ilyen volt, úgyhogy inkább nem raktam oda semmit. De megnéztem, ö, tetszett, ö, nem találtam egy darab vízszintes pontot sem a nyomorult városban, tehát mikor, az... mikor fölfelementem azért volt rossz, mikor lefelementem, akkor, tehát úgy, hogy mikor a lábújjad köröm alatt belilul, mert annyira meredek, hogy ahogy lépsz a cipőben, egyfolytában ütődik hozzá a cipőhöz, borzasztó volt, meg fárasztó egyébként, de, de... na, tehát ilyen két-három napnál nem volt abban a városban több, a többi az baromira tetszett, tehát Antelope kanyon, oda nem sajnáltam, tehát az a, az a fejenként 40 vagy 50 dollár ugye lent a kanyonban sétálni a, a, azokat a azokat a vízmosásokat fényképezni, az kurva szép volt, de Detveli, ugye azon átmentünk autóval, az halál volt tényleg. A Horsú bennél ott majdnem megdöglöttünk, mert ott, ott konkrétan ilyen 45-46 fok volt, tehát két ember az frankón elhullott mellettünk, és, és oda mentőt hívtak, de a mentő úgy jött, hogy jött mögötte a, a helyi, mondd már, a Ranger, a Ranger után futójának is kvad, azon egy hordágy, fölment a sérültér, visszahozta, aztán irány a mentőautóba, és aztán mi volt még? San Diego, átugrottunk egy picit, tudod, my life is danger, menjünk át Mexikóba. Hát, kemény volt, na. Szóval, tudod, ez a, csak hogy ezt is kipipálhassuk a bagaslistáról, és forduljunk is vissza, mert tehát tényleg gyilkos volt a környék. Mikor, nyomasztó, mikor ö, ott voltunk egy ö, bevásárló központnál, és a bevásárló központból azt hittet, hogy az a bevásárló központnak a kerítése, de nem. Az a Rio Grande mellett az a hatalmas betonkerítés, amit oda fölhúztak, és, ö, és egy picit magasabb pontra mentünk, és átláttál a Rio grande és láttad, hogy itt még, itt még jóba vagy, és ott a folyónak a túloldalán megláttad azt az iszonyat jumboit Ú! Hát szóval azt nem kívánom senkinek. Uh, és aztán onnan vissza az ismerősökhöz uh, Los Angelesbe. Természetesen azt el kell, hogy mondjam, hogy első és legfontosabb utam uh, a Universal stúdióban, a már régen kinézett AMC The Walking Dead uh, témába kellett, hogy vezessen. Tehát, uh, és <laughs> mikor, Krisztián, az eleje óta nézem, tudom, hogy zombik, ezt tudom, hogy ezek színészek, meg statiszták. És mikor bent vagy, és annyira magával ragad a környezet, meg minden, hogy ezek a zombik, ezek úgy voltak kiképezve bazd meg, tehát ember volt mindenki. Tehát nem az volt, hogy robot. A, az ember az úgy volt betanítva, kiképezve, hogy mit tudom is én, mielőtt hozzád érnek, két centivel álljon meg és tudod, benned meg ott van a reflex, hogy hátra, 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 és nem áll meg, baz meg, és jön feléd, és tudod, így kapálózik feléd, és mikor a hátra után nekem a következő a faltövében egy ilyen kúszó Leander valami volt, amiben megkapaszkodtam, azzal a lendülettel beleborultam, és hogy, és a zombi nem állt meg, és jött felém, és innen látszik, hogy mindenre nagyon figyeltek, tehát tényleg minden 10 per 10-es volt, Szerintem a nagy röhögésben, mikor tápászkodtam föl, az volt egy három-négy másodperc, és az ötödiknél már ott volt egy, egy biztonságír, hogy van-e valami gond és probléma, és segítsen -e. Tehát mindenbe volt kamerázva, és mindent kurvára figyeltek. Rengeteg volt egyébként a... Mi ez a botos varázsló? Harry Potter? De azt én ugye botos nem... Varázsló. Nem ismert... Hallott, Krisztián? mikor, mikor bazd meg 40 fajta varázspálcát tudsz megvenni? Csak. Hát jó, most mondtam egy számot, bazd meg. Hát ott, 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 lehetett pimpelni, baz meg a fogantyúját, a pálca végét, hogy milyen anyagból legyen, hogy olcsó műanyag, fautánzat, fa utánzat, vagy igazi fa. Hú, bazd meg, olyan összegek voltak, hogy beszarsz. Na, szóval jó volt, jó volt egyébként, ott meg akarták durantani Nórinak az ókli napszemüvegét, mert ugye ott is minden ilyen ö, 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 átvizsgálnak, mint a reptéren, rak be a kosárba minden napszemüveget, is, és aztán így eljövünk a kaputó, Nori mondja, olyan hiányérzetem van, hiányérzet. Mondom, hát mi? Az, hogy napszemüveg. Visszamegyünk, figyelj, mondom, napszemüveg, mi a helyzet, nem jött ki a kosárból. Jaj, 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 leesett véletlen ide, ahogy kijött a kosárból a földre. Meg az anyád, véletlen a kosárból. <clears throat> szóval, hát, e, körülbelül ennyi volt, e, órákat tudnék egyébként mesélni még róla így ezekről a csak próbálj életben maradni táblákról a, a, a mondjuk a, a sivatagi parkoknál National parkoknál, hogy tényleg az volt hogy ilyen pók ilyen ö, faszom tudja milyen sivatagi tigris, meg az anyám kínja úgyhogy a kocsiból óvatosan száj ki, meg kígyó, meg Hát én nem olyan vidám úgy pisilni az út szélén, hogy közben ilyen lukakat látsz a földben, tudod, amik, amik, mászhat valami. És ez frankón így volt. Tehát a, a legkisebb luk akkora volt, hogy három ujjan belefért volna, az meg, az meg már nem kicsi, ami a boki jön. Uh, megnéztük a Monument velit, ugye, azt a, azt a baromi nagy hegyet, amibe az a tipikus kép, hogy megy bele egyenesen az a hosszú út egy lejtőn akkor ott fényképeztem egy párat Nóriról, majdnem oda a segge a betonhoz, tehát takarni, egy takarót kellett az út közepére fektetni, hogy ki lehessen bírni. Voltak zseniális pillanatok, meg fárasztó is volt, azért minden nap volt olyan, hogy 6-7 órát vezettem, de, 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 megérte. És akkor ezek, ezek a szerpentinek, amiket te mondasz, Fifika, volt olyan, hogy, hogy én nem akartam elhinni, hogy három-négy órán keresztül mentünk szerpent, nem az meg, és akkor Nóri tudod így mondja, hogy ú, nézd a másik oldalon, láttad? Ne, figyelj, ha én azt látom, <laughs> akkor most akkor vagy nézelődök, és akkor egy tíz másodperc múlva már többet nem nézelődünk, mert tényleg szakadék és hegy. És a kettő között volt az út, ami szembe tudjátok, ott nagy divatja van ezeknek az árvíknak, hogy egy ilyen baszom nagy lakó én már lakóbusznak merném csak mondani, mert ott tényleg nem divat ez én kocsival így gagyiskodni, lakóbuszba, az meg minimum nyolc emberre. És ilyenek jönnek szembe, hogy férjél el. Tehát azért az nem volt olyan vicces, és ezt mondjuk, összemétében ezt megjátszottuk négyszer, mert kétszer mentünk oda-vissza, és a szállás messzebb volt tőle. És itt jött a következő problémám, gyerekek, megyünk föl a hegyre, Mit csinál a közlekedő edény a kezemben? Folyik. Csodálatos volt. És akkor ki kellett tapasztalni, ugye fejjel lefele hordok már minden kazánt a kocsiban, mikor megyünk hegyre föl vagy hegyről le. Fönt nem működött normálisan, úgyhogy kellett tekernem egy, hát ilyen, ilyen 5000 láb fölötti tekerésem volt az origenbe, a másik kazánban meg volt egy 5000 láb alatti tekerésem, és akkor az egyiket Fölfele szívtam odáig, aztán mikor jött az a magasság, éreztem, hogy szörcsök, akkor az fejjel lefelé lefordítottam, és jött a, a másik kazán, amit fönt tudtam szívni. Ö, ott, ahol egyébként a, a hegyen derékig ért a hó, egyébként az út szélén, és tíz perc alatt, pillanatok alatt le tudtál égni. Ö, az is fura volt egyébként, de nem érezted, de. De. de hát, hát, na. A Charlie, be kell vezetni egy új kategóriát a hegyi kazán hegyi hozzá. Szó szerint, szó szerint. Egyébként, tehát azt, mikor, mikor ugye láttuk, vagy nem tudom, olvastátok ezt a figurát, aki az elkepitent megmászta négy óra alatt, így puszta kézzel kötél meg biztosítás nélkül mostanába. Hogy mikor hmm. odaálltunk, mell, így mentünk az autóval, és hú, jön valami nagy hegy, és meg kellett állni, ki kellett szállni, mert nem nem tudtad annyira a fejedet lehúzni az ablaknál, hogy lásd a tetejét. És aztán jönnek a vízesések, ami ami Elindultunk pólóban a vízes, és vízesésnél, már, már átmeneti kabátba kellett mert olyan hideg volt, és aztán utána olvasva, hogy ezt, hát ez ilyen 850-900 méter magasról így potyog le a víz, és másnap ugye, mikor, mikor mentünk a következő tripre, és szintén szerpentin, akkor a másik oldalra mentünk, és akkor még magasabban voltunk, és néztünk lefele, hogy nézd, ezt a pici, az volt tegnap 900 méter magasan. Hát egy, egy hatalmas energiabomba volt egyébként ez a, ez, a, ez a, túrázás, mert ugye hát azért mentünk, tehát nem az volt, hogy autóba ülünk, aztán megállunk, a, tehát az is, hogy minden kiállónál kiállni, mert tényleg olyan dolgokat látsz, amit itthon nem, de hogy rengeteget túráztunk is ezeken a helyeken, nagy szívfájdalmamra medvét és mókusnál nagyobb állatot nem látta. Hát illetve élve nem láttam, mert az útszélén volt egy pár őz elütve, de de nem láttam nagy vadakat. Az van volt, majd legközelebb, vagy mit tudom is én. Úgyhogy körülbelül ennyi. Ja, és rátérve a nem írtam föl az adás menetbe, de szembe jött velem valamelyik nap, vagy valamelyik héten, hogy, hogy San Franciscóban meghozták az új törvényt, és mindent, ami nem dohány ízesítésű, az ízesítéseket betiltották. Valaki kérdezte múltkor, azt hiszem a JTR-ben, hogy és milyen volt Kína likvidek, meg készülékek, meg... Na hát, el tudom nektek egy percben mondani. Olyan standokat láttam, tudjátok, mint amik a Tesco-ban, meg Osanokban vannak ezek a guruló standok. Uh -huh. Na, ilyenek voltak ezekben a nagy outlet centerekben. Egy-két használható ízzel, kínai készülékekkel, és egyébként sehol egy büdös vape nem láttam, olyasmiket lehetett látni, mint ami nálunk, tehát nekik nem volt így dedikálva, hogy mert csak dohányboltban van lehet, de ott olyan dohányboltokat láttam, hogy ki volt írva, hogy ilyen-olyan szivar és elektromos cigaretta. De semmi, tehát nem jött az a nagy katarzis élmény, hogy hú, most itt a tejjelmézzel folyó és itt, uh, itt, itt ingyen adnak mindent, és milyen kurva jó lesz. Nem, semmi nem volt. És ez, ez szomorú, mert ugye négy, négy államon mentünk át, tehát lett volna idő rá. Az viszont pozitív volt, hát mennyire pozitív az, hogy zártérben lehet dohányozni, ugye Nevada állam, Las Vegas, bent a, a, a kaszinókban. Azt, jó fiú vagyok, húzom a bőröndöt. Tudod, mikor a szobámig egy olyan gyenge húsz perc a kaszinóban, a csekintől a szobáig, és így. Azt mondja, hogy itt fölmegyek, és a nyugati szárnyon, és akkor ott elmegyek, fölmegyek, és ott a harmadik lesz jó. Ú, az meg hosszú lesz. Na, és látom, hogy ott hamutartó, tudod, az öregek szívják a cigit, nyomja. Hát, meg, akkor én meg vépelek a faszomba. Szóval az volt az egyetlen hely, ahol zártérben lehetett. Egyébként borzasztó volt, de kevesebb likviden fogyott, mint itt, te gyakorlatilag csak az autóban tudtam igazán nyugodtan vépelni, mert millió és egy helyen például a Universal Stúdióban is kompletten mindenhol megvan tiltva a dohányzás, és amit az előbb mondtam, hogy ugye 5 másodperc alatt oda pattantak, hogy baj volt, elvonultam egy félreeső sarok, egy ilyen lépcső fordulóban a fák fölöttem, és, és na, majd, na akkor majd itt egy kicsit vépelek. Két perc múlva ott volt. Ő, elnézés, de, de itt, itt nem lehet. De mondom, ez tehát nem cigaretta, tudom, hogy nem lehet cigarettázni, ez csak vépelek, igen, igen, tudja, csak nem szeretne belőle gondot, hogy jó, mondom, akkor nem gond, akkor mennyi, akkor. Szóval tényleg az volt, hogy autóban, meg a természetben, de utcán is furán, ilyen, ilyen hogy mondják ezt, ipari helyeken sem nagyon, úgyhogy hát érdekes volt, és szomorú egyben. Ez olyan lesz, mint a pia, tudod, majd ilyen zacskóba vépelés. <gül> <No>. <gül> igen, igen, igen. Az is fura, igen, olyan is volt. Ki kellett próbálni milyen zacskóból inni. Semmivel nem jobb, nem rosszabb, csak olyan fura olyan. Csuzörög. Olyan autlónak éreztem magam tőle, tudod. Hogy ú, most valami olyat csinálok, hogy abetyár mindenségét. Bocsánat, hogy közben szólok, valaki kérdezte Facebookon, hogy olvasói kérdést itt lehet feltenni, ugye próbáljátok meg aztán, ha Marad rá idő, akkor válaszolunk. Ö, szóval gyakorlatilag ennyi volt. A hazafele úton valami istentelenül megfáztam, ami egy három nappal az érkezésünk után csúcsosodott lázzal, minden anyám kinyával meg akartam halni. Hát tudjátok, igazi férfi betegség. Ö, tehát ez a 14 fokra hűtött ö, légtér 12 órán keresztül két takaróval betakarózva, és így se bírtam megúszni, tehát borzasztó. Nem tudom, hogy miért kötelező tényleg ez a, ez a masszív 14 fok húzat. És a, e, már olyan gépek, hogy nem is tudod magad fölött elzárni, mert fönt a résekből ontják ki fel a hideget, úgyhogy az hagyja, hogy Nóri szenvedett, én is borzasztó van, pedig én aztán szeretem a hűvöset, meg a hideget, de borzasztó volt. Na hát, körülbelül ennyi. Hmm... Krisztián, megjöttem már az eszed. Tele vagytok élményekkel akkor. Nekem lényegesen eseménytelen ebből telt a nyaram, ugye mi még nem voltunk nyaralni, és valószínűleg, ha megyünk akkor is csak ilyen szeptember tájékán, úgyhogy ilyen kisebb, örömteli események történtek csak. Az egyik ugye az Varsó volt, a Varsói Global Forumon Nikotin Konferencia, ami a tavalyi után ez már a második nem volt, és hát nagyon szuper jó volt az egész dolog. Az elcigi teszteken ugye direkt ennek a kedvéért visszakapcsoltad a szabadságról az oldalt is, hogy lehessen tolni a videókat. Odáig még nem jutottam el, hogy egy egyveleget vágjak belőlük, de arra is sor kerül majd. Varsó nagyon érdekes volt egyébként abból a szempontból, hogy a tavalyihoz képest, meg az eddigi repüléseimhez képest azt vettem észre idén, hogy hogy maradéktalanul élvezem a repülésnek minden pillanatát. Alapvetően én nagyon szeretek repülni, egyedül a fölszállás meg a landolás az, ami valamiért a szervezetem egy kicsit berzenkedik az őtérő szokatlan erőhatásokkal szemben. És akkor, amikor ugye a cipőbe így görbülnek a lábujjaid, és próbálnak kapaszkodni a padlóba, és ezek az effektek. na ez idénre teljesen elmúlt. Így mentünk, felszálltunk, hú, mondom, ez de jó volt, és leszálltunk, de jó volt, úgyhogy teljesen úgy tűnik, hogy a szervezetem hozzászokott az ide-oda repülgetéshez. És ami még nem közvetlenül a konferenciához tartozik, de, de marha jó volt, hogy úgy tűnik, hogy jó hatással volt rám a konferenciát megelőző néhány hónap prezi, és a folyamatos kommunikáció az emberekkel, meg a folyamatos angol kommunikáció, mert a, a tavalyi konferenciához képest, ahol így inkább egy kicsit így félrehúzottam, ha muszáj volt valakivel beszélni, akkor beszéltem vele, ilyesmi, hogy egy kicsit ilyen félszeg voltam, na idén nem, oda mentem mindenkihez, mindenkihez oda mentem, és mindenkivel beszéltem, abszolút nem vontam ki magam a, a szocializáció alól, úgyhogy tök jó kis beszélgetések történtek, például volt idén malajziai küldöttség is kint, úgyhogy igazán mindenféle nációjú gőzlérrel lehetett kint eszmét cserélni, én majd most majdnem majd ráfűztem erre, hogy maláj kurvák voltak, de nem, gondolom nem azok voltak. Rossz nem, cseni, nem nem természetesen nem. nem. És... Uh... Utolsó este is szocializálódtunk még egyet, amikor már vége volt a konferenciának, akkor egy ilyen nagy a nemzetközi, és azóta is keresem a jó szót az advokét helyett, mert hogy nem, nincs olyan normális magyar megfelelője, de hogy így a, a civil szervezetek képviselői összeültünk még egy ilyen utolsó nagy sörözésre, és ilyen este 11 óra magasságában egyszer csak egy nagy helózás, és megérkezik David Sweenor egy haverjával, úgyhogy még ott David Sweenorrel sörözgettünk még egyet a, a legvégén, az valami nagyon-nagyon jó pofa élmény volt. Meg ennek a szószátjárságnak, meg a, a, a beszélgetésnek az lett az eredménye, hogy kiderült, hogy Ausztráliából a dr. Danko Attila, akinek a bátyja Budapesten él, hogy ő jön nem sokára Budapestre, meg Skóciából a, az ottani Gőzlér, Titán, Andy Morrison is a barátaival jött Budapestre, úgyhogy le is beszéltem velük, hogy ha ott jöttek, akkor fussunk már össze, úgyhogy mind a el sikerült igazából itt összefutni, Attilával egy ebéd erejéig, Andyvel meg egy egész félnapos italozgatás beszélgetés erejéig, úgyhogy teljesen jó kis cimboraságok szövődtek idén. És hát Varsóról majd huzamosabban vagy részletesebben is beszámolok, meg ha meg lesz a videóvágás, akkor meg lehet nézni. Alapvetően a konferencia idén egy kicsit eltolódott a témája a, a Heat Not burn termékek felé, amivel ugye egyre többel rukkolnak elő mostanában, úgyhogy a, a, az előadások is főként azoknak a mindenféle károsanyag kibocsátási méréseivel, potenciális egészségkárosításával, stb. ilyesmivel foglalkoztak, meg nagyon központi téma volt idén a snüssz is, így, hogy nem sokkal a konferenciát megelőzően kijött a legfrissebb svédországi statisztika, és a napi rendszeres dohányzók aránya a lakosságon belül 5%-ra esett vissza, ami azért így eléggé irgalmatlanul brutális, úgyhogy és snüszről is rengeteg szó volt, meg azért egy kis e-cigi mindenféle ilyen, ilyen, szempontból. A nagy, kedvencem egyébként az Linda Boldnak az előadása volt, ahol Angliában konkrétan erről akartam írni egy cikket, csak még mindig nem jutottam el odáig, de ami késik, nem múlik, hogy annyira, annyira durva a kontraszt, hogy még nálunk egy ilyen de Tibor még mindig kimegy, és ugye már egyre óvatosabban próbál ügyet csinálni magából, úgyhogy már akkora őrültségeket nem mer beszélni, de még mindig így súlykolják, hogy ha nem tudjuk, ez, ez valami borzalmas, nem tudhatjuk, hogy megöl-e, rádugrik-e, megharap-e, úgyhogy inkább ne cigarettázon ne senki. Ezzel szembe Angliában az angol egészségügy által támogatott hivatalos ilyen szórólap van kismamáknak az a terhesség alatti elektromos cigaretta használatról dohányzás helyett. Hát a, a, ami nálunk annyira rossz, hogy úristen inkább bottal se piszkálja meg semmi, senki, az az Angliában konkrétan a, a dohányos kismamáknak ajánlott, hogy próbáljátok már ki. Bordekász. nagyon érdekes egy ilyen. Ez a jó varsó, egyébként, hogy egy pár napra ki lehet szakadni az itthoni kritikán aluli borzalmas szituból és őrületből, és egy ilyen, ilyen fura kis varázsbuborékba lehet becsöppenni, ahol, ahol egyrészt mindenféle népség van, tehát az ilyen egyszeri polgárjogi aktivistától, mint én, a farszalinoszféle tudós meg a kalibereken át olyan dinoszaurusz titánokig a szabályozás területéről, mint David Swinner és iparági képviselőktől kezdve közegészségügyi képviselők, tehát hogy így, ilyen egészen érdekes kis forgatag és, és, és cirkusz, és hogy baromi jól megvan az egész társaság függetlenül attól, hogy honnan jöttél, és, és, és baromi jó kizökkenni egy olyan közösségbe, ahol, ahol nem te vagy a fura hülye, aki vigyaj innen, mert mindjárt fölrobban a kezében, hanem a világ legtermészetesebb dolga, és tényként kezel dolog, az a tény, és nem, nem vita témaként, hogy az elektromos cigarettázás jobb be, mint a dohányzás, vagy sem. Egy nagyon üdítő, üdítő egy ilyen, ilyen kis kiruccanás. Úgyhogy alapvetően ez volt Varsó, nagyon-nagyon klassz volt, nagyon jó sikerült barátkozni, jó hangulatú volt, és ami még velem tör, ha nincsen kérdés. Bocsánat, a nekem van egy kérdésem Varsóval kapcsolatban. Na. Szerintem sejtett, hogy mi az a kérdés. Mm, mi az a kérdés? Mi a bánatos sípolt? abban mi sípolt? a sportcipőben mentél, amikor vettél cipőt a premierre? Szép cipőt a premierre. A Azért, mert abban a szép cipőben a következő premierrel leszek hajlandó megjelenni, meg bíróságon max az egy alkalmi cipő. Meg. És fölveszi az alkalmi kényelmetlen sportcipőjét, inkább, mint egy kényelmes bőrcipőt. Fifika, érted ezt? Jó programozó, nem, de érted nem, tehát... ezt? Ezért nem akartam szeretni. plusz egy pár cipőt vinni, mert vittem a szandálomat. Na hát meg az lett volna még, ilyet. még betyáros, hogy egy szandiba beleítesz ezzel az outfittel. Norbert majd... Zillatron például, ha jól emlékszem, szandiba tolta úgyhogy Krisztián, a, a, ezeket a negatív példákat ne hozd föl, mert neked nem, ebb, neked nem ebben kell élen járnod. Tehát majd, hogyha te is annyit fogsz a nemzetközi médiában publikálni, mondjuk, mint Attila vagy vagy David Swinner, na akkor, akkor mehetsz saruban, sőt, csak saruban, semmi fölső, mm. még alsógatja se. Majd néz meg a, a képeket, meg ilyesmiket, hogyha vannak. Igazán hogy egyáltalán nem öltöztem alul senkit. Hát a ruhatárad, a, a ruhád az rendben volt. A sportcipő, na, na, na. Teljesen patent volt Ó, a sportcipő. Mindegy, hallod, szódával elmegy, de a következőnél szigorú leszek, az meg. de annyira Csáli, jó... nem mondhatod, hogy nem fejlődőképes. Hát de, de, na, hát a cicás póló. Még a táska Baby túsz. steps, Charlie, baby steps. Ja, igen. Még a jó tulajdonképp a koffert nem látta senki, mert az mi volt az Angry birds -ös... Angry birds malacig. Malacig. Malac, de az már tavaly is az volt, az, az, már széria kellék. Uh, az, figyelj, az Varsóban már elvárás. Abszolút be se engednek anélkül. A következő már az lesz, hogy jaj, tudod, ez a varsóba menő táskám, ha hagyjad már, jaj, mindig az ilyenből születnek ezek a rossz beidegződések. Igazából kingáé, de mindig van olyan kedves, hogy kölcsön adja nekem. Na, hát, de így. megvan a megoldás, Sánli, egyébként jövőre már csak bokától fölfele leszek fotózva, és akkor nyitva hagyom a kérdést, és emészthet a franc, hogy nagyon hát ez ez mi rajta. Volt rajta. Tudni fogom, tudni vajon fogom. Mi volt rajta. Borzasztó. Kövessük a sarut, nem, a tököt kövessük. <laughs> Jaj. Szóval ez volt Varsó. Azon kívül, ami még történt itthon, lejárt menet közben a próbaidőm a munkahelyemen, és úgy döntöttek, hogy megtartanak, úgyhogy. De jó, gratulálunk. Köszönöm szépen. Királyság! Úgyhogy ilyen jóságok történtek. Az kiderült, úgy, már, a, hogy, hogy mi, az kiderült már, hogy mentek-e Frisco, bocsánat, nem, egy amerikai nem mondja, hogy, hogy Frisco, San Francisco-ba? Előbb-utóbb e, biztos, Aha. most nem tűnik annyira közele, közelinek, mint a múltkor, amikor annyira belelkesedtünk, mert némi ilyen kis strukturális átszerveződések is voltak. A tágabb értelemben véve a tímet illetően, úgyhogy valami biztos, hogy lesz, mert hogy ez a fellowship nevezett ingázás, ez ez kvázi elvárt is adott időszakonként, hogy megmaradjon a, a, a vérkeringés a cégen belül, nem is a vérkeringés, hanem hogy ne távolodjon el a friszkói és a, a, a budapesti iroda annyira egymástól, Úgyhogy valami biztos, hogy lesz, nem tudom, hogy mikor lesz. Hogy, hogy full-time lesz, vagy külön-külön vagy ilyen felósipezés, az az majd kiderül. Elkerülhetetlen, hogy, hogy San Franciscói kiküldetésben menjen az ember előbb-utóbb. De most most konkrétum nincsen. Azt a múltkor egy kicsit túl lelkesedtük, annyira annyira jó, kitaláltuk ott magunk között, hogy ez milyen jó lesz. Ja, azt hittem, hogy ezt De... a. a megfelelő szint találtak ide, akkor nem ezek szerint csak a, niggermelósok, nigger melósok, menjünk be ki San Francisco, említsük meg a főnököknek, jó, jó, menjünk ki, menjünk ki. <kül> <kül> <sínt> nem, ez... nem, megfelelő szintről jött vissza válasz, hogy ez nem is olyan rossz ötlet, meg minden, és akkor arra lelkesedtünk mi rá, de hogy gyakorlatilag előrelépés nem történt igazán a, a, az ügyben, de hát volt más dolgunk is, úgyhogy... Krisztán, <kül> mondok neked egy jó tanácsot, hogyha Frisco-ba ne abba a cipődbe menj, várj, akkor kettőt mondok ne abba a mennyi, illetve és ez, megyek friszkóban, ne szórakozzanak. Igen, ez globális javaslat, mert már, ha jól emlékszem, Nevadában is lehet spanglit szerezni, de jó magam, jó magam futottam bele abba, hogy sehol nem lehet vépelni, sehol bazd meg. De mikor San Francisco piros hídja tövében a a látogatói center mellett ülök a padon pihenve, és mellém ül egy gyerek a pad támlájára, nyomkodja a telefonját, és közben rezignált arccal szívja a spanglit, bazd meg, azt kell, hogy mondjam, bazd meg. Na hát az a Az, oly, tűnik. az olyan, igen, az olyan kontrasztos, hogy rohadjon meg a kurva élet, majdnem eltapostam a modomat, hogy ez bezzeg nem lehet spanglit szívni, azt lehet. Na szóval, kurva élet. Ilyet lehetett azt hittem rosszul látok. Először tudod, csak az orroddal érzékeled ezeket, mert nagyon erős a szaga, és utána körbenézek, hogy mi van itt, mi van itt? Ja, és úgy, hogy közben ott, mit tudom is, ilyen 15-20 biciklis rendőr kolbászol, és kedélyesek és kedvesek voltak mindenhol egyébként a rendőrök, és a végén oda szól nekem, mert látta, hogy videózom, és mondta, hogy én nem azért vagyok a sor végén, mert én vagyok a legrosszabb. Abszolút nem. Ja, egyébként azt teszem hozzá, hogy ö, most izzasztottak meg legjobban a, az Immigration Officer ö, pultnál. Szerintem egy masszív 10 percet kellett beszélgetnünk, hogy ö, miért jövök, meddig leszek, ö, mikor voltam legutóbb, és kihez mentem, és most kihez megyek, és ő kicsoda, és ő hol dolgozik, és én hol dolgozok. Az meg nem akartam elhinni. És akkor utána jött ez a cikk, mikor hazajöttünk, hogy egyre több magyart fordítanak vissza. Mert az idióták, azt kell, hogy mondjam, az idióták azt mondják az ezt a vízummal, hogy utazás célja, work. Na, szóval az ilyet persze, hogy visszafordítják. Na. Jó Istenem. Tehát ilyenek is, ilyenek is voltak. Uh, na, spangli, az megy, baz meg. Ból na, de fok. nekem még nincs vége az élményeimnek, Na. mert kis élményekből kijut. Úgyhogy mondhatom tovább, gondoljátok. Mondjad, mondjad De Sok már nincs. Jó, ja. ö, meg volt ugye az idei Budapest Pride, amit természetesen kim voltam, és a Nyitottak vagyunk keretében a cég is képviselteti magát, úgyhogy most már nem csak családi körben, de kollegális körben sikerült végigtolni a, a, a menetet. Nagyon jó hangulatú volt, és klassz volt. Kim volt, Matyika is találkoztatok? Igen, mert hogy a Matyika valahogy a nyitottak vagyunkos gyülekezőbe keveredett oda, és a nyitottak vagyunkos gyülekező az a, az irodának az udvarán történt a, a Pride előtt, és én csak ott üldögélek, beszélgetek a kollégákkal, nézelődök, és aztán csak megjelenik Matyi. <laughs> na, na. Mi te, hát is te is itt dolgozol, mi van? <laughs> hogy így, ja, jó, jó, jó volt látni a fejét, hát aztán persze nyilván a forgatakban mindenki szanaszéjjel szétcsúszott egy idő után, de, hogy Filip Gregori és becses neje is kijöttek a Pride-ra, és velük sikerült nem szétszakadnunk a, a, a menet során, úgyhogy végigtoltuk együtt, ilyen kis gőzlér, kemény makként a, a dolgot. Ja, és nagyon jó volt látni egyébként, ezt igazából komolyabb témának szántam az adásban, hogy megfigyelést, és majd kivesézzük, de hogy így előjáróban, hogy a, a korábbi Pride-okhoz képest, meg amit így a városban is lehet megfigyelni, hogy mindenfelé gyarapodnak a, a, a gőzlérek, a Igen. számosságukat tekintve. Itt most akármerre néztem, a korábbi Pride-okon nagyjából én voltam az egyetlen egyszig is, és vagy Kinga, hogyha éppen ott volt, és vagy a hugom, hogyha ott volt. Most meg lépten nyomon elcigiző felvonulókba botlottam, akármerre néztem, úgyhogy nagyon jó volt, így is megmelengette a szívemet, hogy akármerre néztem, elcig is köszönt vissza, és általában nem is kis second generation készülékekkel, hanem rendes ilyen kis harmadik generációs modokkal, úgyhogy nagyon-nagyon klafa volt. Az nálunk is egyébként, az meg, én úgy figyeltem meg őket, hogyha, mit tudom is, én valaki állt a piros lámpánál, neked háttal, és valamit a szájához emel, nem látod, de valószínű cigizik, és aztán egy ilyen ordas nagy gőz pamacsot kilök, jó, jó van, nem cigizik. És ilyenből rengeteget lehetett ott is látni, de gondolom akkor ezek szerint itt is a pamacsokat vezetted vissza az emberhez. É, nem annyira a pamacsokat, inkább láttam a módot a kezükbe, Tehát ja. egy, egy idő után már így direkt kereste a szemem, és akkor így ott még egy, ott még egy, és akkor így bököttük egymást oldalban, nézd, egy eccik is. <laughs> Úgyhogy, ja, jó volt nagyon. És természetesen miután vége lett a Pride-nak, jöttek a mindenféle fórumokon a szokásos ö, nem volt, idén nem volt. Nem találkoztál vele akkor, mert én igen. Az nem utána volt, előtte volt. Te lehet, hogy találkoztál vele, a beszólások azok idén előtte kezdődtek. Ja! <laughs> és ilyen, ilyen áttételesen. Ja, igen. Az elfajzott, mit tudom is én mik. Ja, a beteg emberek. Én... Én nem vettem magamra egyébként azt a beszólást, mert hogy is volt az a szóljál a Krisztiánnak, mennyi vele Pride-ra akkor, merő szokott menni. Tehát ez, egy teljesen életszerű tanást, tehát én szoktam menni. Lehet szólni nekem, hogy jönnének velem, mert nincs ebben semmi bántó az ég a világa. Úgyhogy nem, 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 vettem magamra, a butaságokat azt meg, azok meg nem nekem szóltak, tehát mindenki úgy állít ki magáról szegénységi bizonyítványt, ahogy akar. ennyi annyi baj legyen. Ő, Charlie csipog, fogy az időnk? Vagy mi van? Szerintem igen. Ja, jó. Akkor gyors leszek. Igazándiból két érdekes dolog történt. Még az egyik az egy nagyobb ívű. Az Alkotmánybíróság ugye szabadságra megy, úgyhogy az én beadványaim azok már kicsúsztak a nyári szezonból. Viszont mielőtt elmentek volna ítélkezési szünetre, mert ezt így mondják, ha jól emlékszem, a Vép 42 oszék alkotmányogi panaszát pont befogadták, megrágták, hogy elutasítsák-e vagy sem, és nem utasították el. És néhány nap diffivel adtam bejön az enyémet, persze ez nem garancia semmire, hogy ott vagyok már a sorban, nem sokkal hátrébb, de hogy szerintem így kora ősszel várható, hogy, hogy az én első beadványom is sorra keveredjem, és akkor lehet majd izgulni. Ez volt így, és lehet szurkolni csúriba az újakat a, 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 a V42-es alkotmányjogi panasz kapcsán, a másik meg ugye az adatigénylési per a nefi után most már az emmi ellenében, ami június 22-én volt egy tárgyalás, illetve lett volna, ha nem lett volna megint halasztás, az emmi elkezdett hülyét játszani, és ebből kifolyólag újabb beadványokat kell csinálnom, és illetve kellett csinálnom, mert már beadtam, és augusztus 24-én folytatódik a, a kávária. Tovább. Úgyhogy velem igazából, amiket így nyaralgattatok, meg lébecsolgattatok, ezek az élmények történtek, így ilyen röghöz kötött módon mínusz a Varsói utazás. Azért is mondtam egyébként, hogy egy kicsit nyomjuk meg, mert vízilabda kezdődött, vagy kezdődik nem soká. Nem, nem értem az összefüggést. Ez elég szomorú, mert itt meg se kell mozdulnod, nem úgy, mint Andornál, hanem itt csak nézned kell a tévében. Egyébként nagyon örülök, sikerült két döntőre jegyet szereznem, úgyhogy azt megcsíptük, megyek feléd is. Te anyagilag támogatod ezt a túlárazott borzalmat? Te, Krisztián. Ha magán, elmond... igazából. Ha elmondanám, mennyibe került, de én nem azt nézem, hogy támogatom, hanem nem voltak egyébként vészesek a jegyárak. Tehát abszolút abszolút nem gondolnám én azt drágának, adáson kívül majd megmondom, mennyibe kerültek, ha gondolod, meg, meg, egy másik vonalról is megközelíthetjük a dolgot, azt is elmondom, ha gondolod, viszont, viszont hát szurkolni kell, hát iszonyat, amit a, 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 srácok, a magyar vízilabdások rögtön a nyitó meccsükön levertek, tehát egy ilyen 3-13-as megsemmisítő Ausztrál meccs az az, az, az azért odabasz, úgyhogy nem állt össze igazán a csapat. Uh, és annyit még így zárszóként, ugye volt egy hónap pauzunk a, a Patreonon, újraindult a, a, a Patreon oldal is, és uh, sikerült uh, upgrade-elnem a, a, pont ebből a, az Audition-t, úgyhogy a legeslegújabb uh, Verzióba olyan dolgok kerültek be, hogy olyan tökéletes patent hangotoknak kell lenni, hogy az hogy félelmetes. Javítottak sokat a workflow-n, úgyhogy ezúton is köszönjük a, a az aktív Patreonoknak. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. Köszönjük. Köszönjük szépen. Bizony, bizony. Meg a kitartást is, hogy így kivártátok, hogy összeszedjük magunkat. Könnyű volt elkarászodni ennyi kihagyás alatt. Igen, igen, az a baj, hogy <höhöm> elmentünk, ugye először miattam pihentünk, aztán fifika volt még Erdélyben, <höhöm> aztán mújónak jött közben múlt héten valami, tehát mikor az ember szünetet tart, akkor, akkor nagyon elkényelmesedik, és én is most megkattintottam a, az audition a régi projekteket behívni, hogy, hogy kicsit szokjam, hogy hogy mi volt, hogy volt, de újra vissza kell rázódni a, a, a workflow-ba, hogy kedden JTR, szerdán felvétel, csütörtökön vágás, de egy-két hét és fölvesszük újra a fordulatszámot, és mindenféle érdekes témákkal jönünk. Nem ilyen unalmas dolgokkal, hogy mi történt Amerikában, meg mi történt Erdélyben, meg hogy milyen a parajdi só és miért szürke. De de vannak, vannak érdekes témák a tarsolyban. Jövő héten majd elmesélem, hogy kerültük el Éronnal egymás Ó, Akartam is kérdezni. <laughs> Akkor elmesélem most, hát úgy kerültük el egymást hogy... Tehát így ö, érdekes, mert csináltam egy blogot is. Csinálok egy blogot is, tehát dolgozgatom és szépen ö, eseményszerűen föl a, a dolgokat, és oda pakolászom föl a képeket. És ö, két találkozom lett volna. Az egyik egy ismerősömmel, akik ö, utánunk jöttek, ö, Várjál, nem de utánunk jöttek, csak egy picit más útvonalon, de ilyen, ilyen kétnapos vadászatban voltunk, és aztán Las Vegasban értük utol egymást, és ott kellett volna találkoznunk, de ott meg a strippen vesztünk el, tehát borzasztó volt. Aztán lett volna egy találkozóm uh, a Giorgio ezzel ugye az Enekvádróval, uh, San Francisco-ban, mert ők meg mentek Nászútra, uh, hawaii uh, az sem jött össze, mert ott is két nap volt, Éronnal egy nap csúszásunk volt, mert pont akkor forgattak uh, videoklippet uh, Las Vegasban, amikor uh, mi elindultunk Vegas felé, és akkor irogattunk ott egymásnak, hogy hol vagy, izéhoz, jaj, de mi már most megyünk, na, bassza, meg ez jött össze. Szóval, ah, rohadt nagy ez a kontinens, basszus. Rohadt nagy ez a kontinens. Az biztos. Úgyhogy, Olvasói kérdések nem jöttek? Várj egy picit. Meglesem meglesem gyorsan. ri Ritti, egy van. Azzal kapcsolatban lenne kérdése Marcin Zoltánnak, hogy az e kijelöl dohányzó dohányzóhelyre való száműzése után mik a tapasztalatok eddig elsősorban személyesre gondol. Ő tartott tőle, de betartja, főleg a munkahelyen. Eddig hadgőzlére gyarapodott már a munkahelye, ezáltal, és többen is érdeklődnek, mióta kiárok én is hat, az elég jó, még hatot csinálsz, akkor jobb leszel, mint, mint a magyar leszokás hivatalos egészségügy által támogatott leszokás támogatás néhány év alatt. De erről majd bővebben legközelebb. Nálunk... Ö, ja, válaszolni is kéne a kérdésre. Mondja, Csáli. Nálunk ugye multik vagyunk, Krisztián is, meg, meg mi is, vagy én is, nem mi, hanem akinél dolgozunk, tehát Azért mi erős hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szabályok belegyenek tartva. Mindenhol ki van rakva, a, a leteszem a cigit.hu és 5 méter, és izéhozé, és tartsd be. Hát kijárunk, aztán ennyi. De a, a Nem rossz. vagyunk múltik. Rossz széljárásnál mindig, mindig lépnem kell egyet jobbra vagy balra, hogy ne érezzem a. A többi dohányosnak a szagát ennyi. Málam a... Nálam a munkahelyen ki van rakva minden helyiségbe, hogy ö, ö, dohányozni tilos, elcigarettázni szabad. Azt hittem, oh, azt mondta, hogy kötelező. A kánoán. De majd eh. le fogom fényképezni csak, hogy... Az ér kép, egy képet ki is raktam. Minden szállodában aláíratták a papírt. Mint a hülyéknek tudod, vagy alkoholos, vagy ízével kiemelővel aláhúzva, hogy négy helyen kell aláírni. Az egyik az volt, hogy a szobában nem dohányzó mert ha igen, akkor 100-150-500 dollár utólag beterhelésre kerül a kártyádra, és sok szállodában ki volt az ajtóra rakva, dohányozni tilos, vépelni tilos. Mind a kettő piktogram ott volt, úgyhogy, hát ja. Bassza ja. meg. Mm, én, érdekes, pont a minap gondoltam erre egyébként, de másik oldalról közelítem meg először. Egyrészt kikérem magamnak, Charlie nem vagyunk multik, hanem uh, Silicon valley tech cég vagyunk, több országban lévő irodával, úgyhogy nem vagyunk a klasszikus értelemben vett Nálunk annyira nem trauma ez a dolog, mert hogy van egy baromi nagy udvar, ahova én rendszeresen lejárok dolgozni napközben, mert a, a szintet, ahol eredendően lennénk, azt most éppen felújítják a nyár végéig, és azért egy kicsit össze vagyunk zsúfolva egy másik teremben, és a, a siserehad miatt néha nehéz gondolkodni. Úgyhogy én általában az udvaron mulatom az időmet, és ott annyit elcigizek, amennyit akarok. Úgyhogy ezt én annyira nem érzem, viszont pont most vannak itthon Írországba szakadt barátaink, és azon vettem észre magamat, hogy ez a itt se lehet, ott se lehet, amúgy lehet elcigizni egy éve után. Annyira hozzászoktam, hogy arrébb megyek, hogy ők aztán abszolút felvilágosultak, és képben vannak vele, hogy semmi gáz nincs az elcigivel, és semmi kifogásuk nincs, hogy a, a lakásban náluk használjuk, de azon kaptam magamat, hogy mégis elkezdtem kimenni az erkére elcigizni náluk. Úgyhogy vannak fura, fura hatásai. Igazából a munkahelyi elcigizés az szerintem, ha beüt majd a hideg így november-december tájékába, akkor lesz érdekes, hogy hogyan ugrom meg azt a, a dolgot, mert addig elég kényelmes lenne az udvaron csinálni. Öfifikánál meg ugye lehet. Ha nálam kötelező. Hát, igen, igen. <laughs> Úgy is mondhatnám munkahelyi ártalom. Hanem egy fel is út, le is út. <gül> igen. <gül> Jó, fiúk, akkor húzzuk be a kertkaput. Jövő héten folytatjuk ismételten számunkra érdekesnek vélt témákkal. Ö, jövünk, mint a cunami. És ö, megköszönjük a figyelmeteket. Találkozunk, ahogy mondtam, jövő héten. Sziasztok! Egy élmény volt. Sziasztok! Köszi, sziasztok!